Sziasztok, itt vagyunk, már kijöttünk a civilizációba. Nem nézitek már körül. Jó. Na, kijöttünk már ide a civilizációba. Jó, majd keressük olyat, hogy lapos. Eltaláljuk a lapost. Gyerekek, merre kell menni? Életemben nem jártam, itt vagyok a civilizációba. A vérerdőbe. Jó, az nem van. Csókolom, jó helyen járok. Az mi van itt? Várjál már. Nyugodtan nem jó helyen vagyok. Együnk egy kis rágó gumit. Hadd nyúljon a belünk tőle. Kis rágó gumitó. És itt felhúzva mehetünk tovább. Másik is fő van. Na, menjünk már tovább, keressük a civilizációt, mert... Ó! Te jött a GoPro. Na, kapj egy! Utána megyünk, akkor jól járunk. Na nézzük, hol vagyunk. Így csak buksi. Elnyerte az utunkat a vérmező. Na, hol van itt a... Jaj, hol vagyok én már a dzsungelbe. Értem. Keressük a vérmezőt. Na, valami hangot hallok. Jaj. Valami hangot hallok. Kedves szúnyogok meg itten csípkednek. Na, mi van itt? Az anyádat. Kedves szúnyogok. Na, várjál. Nem jó helyen vagyok. Itt karate edzés van. Hova a gecibe kell menni? Gyerekek, azért kurva jó, hogy nem mondtátok, hogy a gecibe kell menni. Kóvájgok, mint a fasz a lakodalomba, bazd meg. Kurva úristen. Kussoljál már, mit ordít, azt te hülye rivanc. Zolén meg a kurva anyáddal együtt. Faszom, azt főhúztok rendesen, bazd meg. Aztán merre kell menni. Mindjárt ide lefekszek, azt itt haszok. Haza sem megyek. Azt majd megtalálnak a vérkutyák. A főfalnak. Jönnek felem a vér... Véremberek. Ha nem találok oda a célpontra, az se baj. Mert legalább kiindultam ott való valahogy. Úgy mégis. Milyen megkérdezem már, hogy mi van? Hát gyerekek, gyertek fel a fejemre. Megtudakoztuk. Azt mondják, hogy Új-Szegeden van. Pofáztam, hogy ott van. De akik meghívtak, azt mondják, hogy nincs ott. Most hogy a gecibe? Most hol a faszba vagyok? Na mindegy, nem kellett volna megenni azt a 2 deci vodkát. 2 deci, 3 deci is volt, vagy lehet, hogy 1 fél litert. Ittam. Anyádat a szúnyogba. Nem, amúgy nem ittam annyit. Semmit nem ittam. Vagy magam sem tudom. Hú, gyerekek, húha. Lehet, hogy nem. Itt józanul kéne átjutni. Bazdmeg, beleesek abba a gecibe. Patkány méreg, halál pokoli. Kínzós.
veszedelmes halál. Jár de pokoli morcse. És Morchester. Ubbazd meg, gyerekek. Azt a rohadt kurva gecibe. Morchester, te kis Morchester. Goltár már Morchester? Te bungala. Te olyan bungala vagy, bazd meg, hogy... Na, a geci fákba. Hú, bazd meg. Aki itt átjut, annak adok egy csókot. És aki segít engem átjuttatni, hát az Isten lesz, meg az angyalok hídja. Most megyünk át az angyalok hídján. Beesek a dzsungelbe, akkor ott hallok meg. Jaj, bazd meg, átjutottam a gecibe. Na, gyerekek. Átjutottunk a vérmezőn. Kint vagyunk a civilizációba. Most már túléltük. Úgyhogy... Nem tudod, gyereked, nekem nem kell ott józannak lenni, hogy én átjussak bárhol. Nem minden megoldó, csak merre a gecibe kell menni. Na mindegy, gyerekek, akkor ez program törölve. Majd legközelebb jó virágosítsak föl, merre a gecibe kell menni. Jó, köszönöm szépen, már térképet is majd linkeljetek már, léci, jó? Ez nem állapot. Faszomat. Óha, a gecibe jutottam. Nincs mit. Na mindegy. Túléltük Magyarország. Lett egy normális videóm legalább. Lett egy izgalmas videó. Beleesek, vagy nem esek le bele. Mi van? Hú, a felénél tényleg megszédültem, gyerekek. Tehát ott tényleg már ketté állt a szemem. Nem tudtam, hogy jobbra menjek, vagy balra. Úgyhogy nem mindegy, mentem előre, aztán jó van, túléltük. Átmentem a angyalok hídján. De már is jó program volt, hogy kijutottam otthonról. Mentem egy kört a Vérligetbe. Átmentem az angyalok hídján, azt go haza, vagy lehet, hogy fölmegyek mamához, vagy még nem tudjuk, majd mindjárt kiterül. Mindjárt ki fog derülni, mert... Hú, gyerekek, kemény vagyok, mint a puszedli. Na, úgyhogy Józsika bealakított magának rendesen. Na, nézd meg, hogy ott ki van, leesik, bal, ne félborul. Ejhaj! Gyerekek! Eljutottunk a vérmezei túrára, szétcsíptek a szúnyogok. El is megérte. Bőven elég volt. Sok is volt nekünk ez a 10 perc.
Tudjátok, az a baj, hogy kezdek kihozamadni, már nincs már neki ez a feelingje. Na nézd meg, itt egy foci meccs van. Mindjárt megyek én is oktatni a kicsiket. Abból mi lenne, gyerekek? Húha! Bele sem merek gondolni, bazd meg, mi lenne foci helyett. Innek a foci az két külön dolog, gyerekek. Ehaj. Ehaj. Vettem gizléknyi egy chipset. Vettem két liter vizet, amit cipeltem, nem tudom minek, azt hittem, hogy majd órákra elmegyek itthonról. Erre főbb az meg elmentem 20 percre. De azért mondom, hogy nem vagyok kiszámítható. Mert magam se tudom, hogy mit csinálok, csak megyek előre. Aztán majd lesz valami. Most is, mondom, egy próbát megér, elindulok. Hát mégis hol kitök ki, hát mumánál. Nem baj. Mindegy lófasz. Megyünk tovább. Megyünk tovább az érmezőn. Megállunk mindjárt a benzinkútnál. Főtankoljuk a tankot. Milyen tankot? Hülye vagy? Mindjárt ütnek engem a kocsik. Nem baj, legalább majd levegni fogok tudni az égbe. Ilyen éges szag van, valaki felgyújtotta magát. Jó? Na. Úgyhogy ennyi van meg, egy bambi van, itt egy bicikli út. Úgyhogy... Jó, megcsíptek az ilyen szúnyogok. Két másodpercre alatt. Épp, hogy bementem a vérmezőbe, ezt jöttem is ki. A szúnyogok is szétcsíptek, akkor a kullancsra még nem is menek gondolni. Ez az is van bennem 3-4 darab. Na mindegy. Jó, Istenem. Nem is mondjuk szegedben, oké? Na, csó.